Gazdák és különböző szervezetek képviselői gyűltek össze csütörtökön Apagyon. Az idén 11 éves Magyarok Kenyere programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel saját termelésű búzát a gazdálkodók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák összesen 21 tonna búzát tettek a közösbe. Az ebből őrölt lisztet civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok képviselői vették át szimbolikusan, ők juttatják el azt rászoruló családokhoz az ünnepek előtt. Nagy öröm számomra, illetve a gazdák számára az, hogy az a tudat, amivel ezt az adományt eljuttassák, és részt vesznek ebben már a búza megszenteléskor áprilisi hónapban, illetve a búza összeöntés, aminek a helyszíne most Augustaszer volt ebben az évben, és illetve ezen az ünnepségen is részt vesznek, jó érzéssel jönnek ide abban a tudatban, hogy valakin segíteni tudtak, és egy-egy családnak örömet szereztek itt karácsony tájékán majd. A megyei közgyűlés alelnöke is részt vett a csütörtöki eseményen. Baracsi Endre azt mondta, a Magyarok Kenyere már a nemzeti eseményé, az összetartozás és a szolidaritás megnyilvánulásává vált. Egyrészt az üzenet, másrészt az identitás erősítés, és a harmadik, talán az egyik legerősebb láb, az pedig a jótékonyság. Hiszen ez egy jótékonysági program, azoknak a rászorulóknak igyekeznek segíteni az ebben résztvevők, akik akár határon innen, akár határon túl szükségét érzik annak, hogy kapjanak segítséget. És így összekovácsol mindenkit, gazdákat, vállalkozókat, egyházakat, civil szervezeteket, magánszemélyeket, és azt hiszem, hogy ez a legerősebb üzenete ennek a Magyarok Kenyere programnak, hogy együtt tudunk lenni, egyek tudunk lenni, és tudunk segíteni határon innen és határon túl. Idén közepes búzatermés volt, kiemelkedően jó és gyenge termés átlagú térségek is akadtak. Mint azt Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, utóbbi már a klímaváltozás negatív hatásainak következménye. Kiemelte, éppen ezért kell támogatni a gazdákat, akik példátlan összefogással dolgoztak idén is a rászorulók megsegítésén. Minden egyes termelési folyamatban a gazda lelke benne van, mert ő félti, vigyáz rá, mert tudja, hogy jövőre is azon a földön gazdálkodik. De azért is fontos, mert nem csak az anyaországon belül kell a tudást megosztani, hanem az egész Kárpát-medencei magyarsággal meg kell osztani azt a tudás képességet, amivel rendelkezünk itt az anyaországban, és össze kell fogni, segíteni kell emberi kapcsolatokkal, információval, családi kapcsolatokkal is, eszköz, anyagbiztosítással, sokszor vetőmagbiztosítással, vagy éppen tenyészállatbiztosítással a határon túl élő magyarságot. Országszerte egyébként összesen 1100 tonna búzát gyűjtöttek össze a gazdák, amivel több mint 100 000 emberen tudnak segíteni.